Üdvözlöm mindenkinek, ez is Szilárd vagyok, ez pedig itt egy újabb nyereményjáték videó lesz, az ötödik, ha jól emlékszem, és a úgymond második szezonnak az első nyereményjátéka, amiben random mód, nem ugyanabban a sorrendben újraindítom az eddigi nyereményjátékokat, és még egyszer lefutjuk ugyanazt a kört, csak ugye más sorrendben, és amint azt kitalálhattátok, a mostani nyereményjátékunk témája, az a Star Wars lesz. Igen, legutóbb nem sikerült összehozni ezt a nyereményjátékot, de már túltettem azóta magam rajta. De most itt van újra a lehetőség. Nagyjából ugyanazokkal a nyereményekkel, mint legutóbb, viszont volt, amit ugye elajándékoztam belőle, és jöttek hozzá új dolgok, úgyhogy megint nagyjából ugyanakkor a csomag lesz, úgy be fogom mutatni megint, hogy mit lehet nyerni. De még mielőtt erre rátérnék, előjáróban szeretnék annyit mondani, hogy a jövőben nagyon nem akarom erőltetni ezt a Star Wars-os nyereményjáték témát, hanem inkább más nyereményjátékok felé szeretnék evezni. Volt ennek értelme? Nem tudom, mindegy. Úgyhogy ha Star Wars-os cuccokat akartok nyerni tőlem, annak most van itt a lehetősége, most van itt az ideje, úgyhogy ha szeretnétek, most nevezzetek, mert nem tervezem ezek után Star Wars-os nyereményjátékoknak a létrehozását. Talán a távoli jövőben van rá pici esély, de ez nagyon-nagyon-nagyon pici. Sokkal kisebb, mint a Star Wars 8-nak az élvezeti faktora. De gondolom nem erre vagytok kíváncsiak, úgyhogy akkor nézzük is meg a nyereményeket. Nyereményeket természetesen megint sorba fogom majd venni, a legkisebbtől igyekszem a legnagyobb nyereményekig menni, úgyhogy akkor kezdjük is el. A győztesünk kapni fog egy 700 darabos ilyen Star Wars-os matrica csomagot, van benne mindenféle. Továbbá kapni fog egy ilyen Star Wars-os picike egérpadot. Továbbá kapni fog egy ilyen legós Star Wars-os magazint, amihez természetesen a hozzájáró limitált kiadású droid gunship-et is fogja kapni. Egy ilyen undorító The Last Jedi-os poharat, amit nyugodtan fel lehet áldozni különböző istenségeknek. Egy ilyen ártuditus Mikulás sapkát. Továbbá kapni fog egy ilyen, ha jól emlékszem, U-Wingnek nevezték a filmben. Nem kifejezetten papírból van, hanem ebből a szivacsos materiálból, nem tudom pontosan, papír is van rajta, de két papír között van egy ilyen szivacsos réteg, és ez egy ilyen összerakós cucc. Ezt enyhén szét fogom majd szedni, amikor a dobozba rakom szerintem, de nem úgy, hogy ne lehessen összerakni, úgyhogy ezt fogja még megkapni a győztesünk. Továbbá kapni fog egy ilyen, hát ez igazából HTC-hez járó telefon tokot. Ezúton is köszönöm szépen Mr. Kopasznak, akárcsak a matricát és az egér padot. És még ezt a legós figurát is szintén köszönöm, ami megint csak a győztesünknek a nyereménye lesz. Egyetlen alkatrész hiányzik róla, ami a benne ülő rohamosztagosunknak tartja ezeket a... Hova is tettem? Igen, ezeket a fehér alkatrészeket ugye hátáról, egyébként pedig hiánytalan ez a készlet, úgyhogy ezt fogja még megkapni a győztes. Két ilyen Disney Infinity is kártyát fog még kapni. A videó elején láthatatok egy TIE Fightert a Rebelsből, ezt is meg fogja nyerni a győztesünk. Továbbá a Ghostot is szintén a Rebels sorozatból kapni fog. Továbbá egy ilyen Rogue One-os poharat, ami így néz neki, és színváltós, hogyha forró italt raktok bele, ez a fehér máz réteg ilyen zöldes színűre fog változni. Most így a kamerán szerintem nagyjából ugyanúgy néz ki, de sokkal zöldebb lesz, hogyha forró itallal töltitek meg, úgyhogy ezt fogja még megkapni a nyertesünk. Kitakarjuk fel augusztustalan Last Jedi-os poharat. Továbbá még három dolgot fog kapni a nyertesünk. Egy ilyen, hú, ezt hogy mutassam be? Egy ilyen nagyon csúnyán nagy 3D-s holografikus, itt meg nem holografikus Last Jedi-os, nyugodtan eltüzelhető és feláldozható táskát. És van itt még két dolog, amit a nyertesünk el fog vinni. Az egyik egy Kylo Ren-es, bontatlan Disney Infinity-s figura. És végül, de nem utolsó sorban, egy Rogue One-os Stormtrooper bontatlan figurát fog kapni, amit különböző módokon lehet itt a páncélját ugye személyre szabni. Hát én ezt meg nem tudom úgy csinálni, hogy minden benne legyen, de ezt a sok mindent fogja itt a győztesünk megkapni. És akkor gondolom most az egyetlen kérdés az, hogy mit is kell pontosan csinálni ezekért a nyereményekért.
Most valami új dolgon gondolkodtam, valami egyszerűbb dolgon gondolkodtam, mint a legutóbbi Star Wars-os nyereményjátéknál. Ugye még egyszerűbb dolgot kell csinálni, ez már tényleg nem kifogás, mert ezt igazából az iskolába is veszitek, legalábbis nagyon remélem. Feladatotok pedig nem más lesz, mint hogy létező Star Wars járművet, légit vagy földit, vagy pedig droidot kell elkészítenetek otthon megtalálható, jobb szó híján háztartási hulladékból. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a kukába benyújtok és kivesztek mindenfélét, hanem ezt úgy értem, hogy kartonból, műanyag pohárból, mondjuk joghurtos pohárból, WC papír gurigából, tehát ilyen teljesen otthon megtalálható, tök egyszerű dolgokból kell elkészíteni. Most egy példával éljek, vannak ezek a szinte félgömb alakú joghurtos poharak, azt megfogjátok mondjuk, és akkor megfordítjátok, az lesz Artúnak a feje, egy henger alakú tároló edény lesz akármilyen papírból, vagy bármi másból lesz a teste, és még a lábai mondjuk két ilyen kisebb téglatest alakzatból, vagy akár ti is összerakhatjátok, mondom, kartonból, akár ilyen, amit a képen látható U-Wing, ilyen űrhajót is csinálhattok. TIE Fighter megint csak egyszerű, egy gömb alakú, akármit kell keresni, mondjuk kettő olyan joghurtos poharat összeraktok, és kartonból kivágjátok azt a hatszög alakot, és már kész is van. Persze, természetesen nagyobb esélye van a gyertesnek, hogyha többet dolgozik vele. Színes papírt is felhasználhattok, ceruzát, tollat is használhatok, de most ne igazából a rajzol legyen a hangsúly, lehet azt is természetesen, hogy kicsit kicicomázzuk, de legyen meg magának ennek a járműnek vagy droidnak maga a teste, az alakzata, és azt utána cicomázni. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy minél többet dolgoztok vele, annál nagyobb a nyerési esélyetek, mert hogyha mondjuk valaki fog egy pingponglabdát és filctollal rárajzol egy karikát, meg egy pöttyöt, hogy ez a halálcsillag, az jó pofa meg minden, de nem túl valószínű, hogy nyerni fog. Viszont azt sem gondoltam, hogy most ilyen jégszobrászként ti most kifaragjátok ezt bármiből, és akkor 100%-ig úgy néz ki. Nem, tehát mondom, ilyen egyszerű, magatok által kitalált módon megvalósított létező járművet kell összehozni. Természetesen ragasztani is lehet, ollót is lehet használni, úgyhogy nyugodtan vágjatok neki, ollóval, értite? Minden szükséges információ megint benne lesz a leírásba, olvassátok el szépen, hogy hova kell küldeni, hogy hogyan lesz ez az egész nyereményjáték. Mostantól fogva, hogy felkerült ez a videó, nyugodtan lehet küldeni a nevezéseket. Csináljátok róla pár képet azért, egy ilyen mondjuk 3-4-et, hogy azért lehessen látni, és természetesen írjátok oda, hogy melyik járművet csináltátok meg, hogy azért tudjam, esetleg egy képet mellékelni az igazi filmbéli vagy képregénybéli járműről. Egyébként lehet képregényes, filmes, sorozatból, játékból, ahonnan akarjátok. A határidő pedig legyen akkor, hogy ne kelljen a karácsonyi időszakban feltétlenül ezt összeraknotok, hanem kényelmesen meg tudjátok csinálni. Ez jövőre fog lezáródni, úgyhogy 2020 január 10-e éjfélig lehet beküldeni a nevezéseiteket, úgyhogy egészen addig nyugodtan dolgozzatok vele, akármikor beküldhetitek, amikor készen van, és akkor a győztesünk ezt a sok mindent meg fogja itt kapni, amit majd kipostázok. Hát akkor ennyi lett volna, remélem, hogy tetszetős ez, amit itt összehoztam nektek, remélem, hogy tetszik a feladat, amit feladtam, és akkor várom a nevezéseiteket, olvassátok el a leírást, minden le van benne írva, akkor én várom a nevezéseiteket, és akkor a legközelebbi videóig pedig sziasztok!